Kedves nézőink, Önök a Bicskei Televízió híradóját látják, nézzük mai műsorunk tartalmát. Kardiológiai klubot szervezett az egészségfejlesztési iroda a Kultúrkúriában. Gyöngyhajú lány balladája Experience produkció járt Bicskén a Batthyány kastély udvarán. Kerékpárokat regisztráltak a rendőrök a vasútállomáson. A Bicske barátok Chopin nyomában jártak. Kupamérkőzést játszott a BTC. A Bicske Egészségfejlesztési Iroda szervezésében szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó klubfoglalkozás indult dr. Szebényi Dóra kardiológus vezetésével. Az előadások mind a krónikus betegeknek, mind a hozzátartozóiknak, valamint azoknak szólt, akik szívügyöknek érzik egészségük megóvását. Első alkalommal a Bicskei Kultúrkúriában a szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorai, valamint életmód tanácsadás volt a téma. Én körülbelül 6 éve vagyok ebben a szakmában. Pécsen az Általános Orvosi Egyetemen végeztem, majd a szívgyógyászati klinikán helyezkedtem el. 5 évig dolgoztam ott, mint szakorvos jelölt, és egy éve költöztem Budapestre az Óbudai Szent Margit rendelőintézetben dolgozom, illetve itt a Bicskei Egészségközpontban. És most jelenleg egy ilyen kardiológiai klubot kezdünk itt Bicskén. Beszéljünk kicsit arról, hogy ez miért is fontos. Illetve beszéljünk a rizikófaktorokról, mert én azt gondolom, hogy ugye az ember mozgatórugója a szív, tehát hogy mi is kapcsolódik a szívhez, illetve az egész kardiológiához. Igen. Hát így az első előadásnak az alap gondolata is az lenne, hogy a megelőzésen van a hangsúly, ugye a kardiovaszkuláris betegségek vezető halálokként, vagy haláloknak számítanak, ugye mint Magyarországon, mint az egész világon, és ezért nagyon fontos a megelőző tevékenység, hogy a legfontosabb rizikófaktorokat felismerjük időben, és ezeket minél hamarabb hatékonyan tudjuk kezelni. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a munkád során te milyen diagnózisokkal találkoztál már? Hát nagyon változatos, de a leggyakoribb egyébként a magas vérnyomás betegség, illetve ugye a ritmuszavarok, szívbillentyű betegségek, szívelégtelenség, ezek a leggyakoribb ilyen kardiovaszkuláris kórképek, de ugye általában egy betegnek több társbetegsége is lehet, és mindig így ilyen holisztikus szemléletet alkalmazva próbálunk nem csak egy adott betegségre fókuszálni, hanem így egészben nézni a beteget. Doktornő, ugye nagyon sokan mondják azt, hogyha bárkinek bármiféle ritmuszavar, amit az előbb említettél, kialakulhat. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ne jussunk el idáig, tehát konkrétan a megelőzés, mert sokan azt mondják, hogy az egészséges életmód, táplálkozás, sport, mindent megold. Hát egyébként alapvetően ez egy jó gondolat, hogy ugye ha az ember odafigyel, és ugye ezeket a ilyen jó életmódot folytat, akkor ritkábban fordulnak elő ilyen súlyosabb betegségek, tehát ugye alapvetően ez egy jó elképzelés, nyilván sok minden befolyásolja, egy genetika, családi, tényleg ilyen halmozódások, amik végülis életmóddal sem kiküszöbölhetőek, vagy akár tényleg beleszületett eltérések. Mert ugye mindenki azt mondja, hát, meghasad a szívem, fáj a szívem. Igen, az is nagyon sok mindentől lehet, ugye itt nagyon fontos, hogy tudjuk elválasztani ezeket a nagyobb kórképeket, hogy nem mindig csak szív eredetű lehet például egy mellkasi fájdalom vagy panasz, nagyon sok egyéb más is okozhat, és ugye ezért fontos, hogy a társszakmák is részt vegyenek ebben. Egészséges életmód. Mik azok az aktív tanácsok? Ugye én stresszmentes életet. Igen, hát igen, az könnyű mondani. Nagyon sok befolyásoló tényező van. Igen, tehát ugye az, a stressz csökkentést, azt ugye úgy lehet elérni, hogy az ember egy picit talán a fizikai aktivitással, egy ilyen mediterrán diétával kiegészítve, ezek a legfontosabbak egyébként, hogy ugye az elhízást, azt elkerülni, ezeket a stressz, vagy káros szokásokat szintén, alkohol, dohányzás, ezeket próbáljuk meg teljesen kiiktatni, illetve egy ilyen heti rendszerességgel, egy ilyen 3-4-szer fél egy óra fizikai aktivitás, illetve ez a mediterrán diéta, az egy ilyen általános jó
elfogadott vagy követendő példa. És ha mégis jön a baj, akkor hát, milyen tanácsokat fordulhatnak hozzá? Hát akkor mindenképpen minél előbb ugye akkor kivizsgálást kezdünk, akkor ugye ami panaszorientáltan, akkor mindent megnézünk, és akkor annak megfelelően gyógyszeres kezelés, vagy egyéb további eszközös, vagy további vizsgálatokat, ha indokoltnak tartunk, akkor tovább küldjük a beteget, ha már kialakult a baj, vagy bármiféle. És utána ugye a tartós gondozásba vétel az, ami nagyon fontos, hogy részünkről az meglegyen egy jó, szoros orvos-beteg kapcsolat. Hogy látod százalékos előfordulási arányba? Így a betegeknél ez akár férfiaknál, nőknél mennyire jellemző ez? Mármint, hogy az orvos-beteg kapcsolat? Igen. Hát alapvetően egyébként viszonylag nagy százalékban nagyon jól tudunk együttműködni. Ritka az, akivel olyan nehézkes, de egyébként általában, hát igyekezni kell mindenkivel megtalálni az egyensúlyt. Fergeteges táncprodukció várta a vendégeket szeptember 17-én Bicskén, hiszen újra a városba látogatott az Experidens. A táncprodukció a Gyöngyhajú lány balladája című darabot állította színpadra Bicskén a Batthyány kastély udvarán. A helyszín zsúfolásig telt. A vendégeket Bálint Istváné polgármesteresszony, majd Vona Tibor, a társulat ügyvezető igazgatója köszöntötte. Valóban Bicske visszatérő helyszínünk. Hol a város, hol a BTC, de mindig megtalálja ez a kis drága település a módját annak, hogy ezt a nagyszerű és nagyévű produkciós csomagot befogadja, meghívja, hiszen látják a technikai eszközparkot, látni fogják a fellépőművészeket, hallani fogják a dalokat, a tánckart, ami nem kis létszámú, ezek nem olcsó mutatványok, de Bicske és ez a régió van annyira igényes, hogy akármerre is tart a világ, mi itt vagyunk, és ezt alapvetően nagyon-nagyon köszönjük. Köszönjük szépen a BTC-nek, és köszönjük szépen a városnak és mindenkinek. Meg annak, hogy önök itt vannak, ugye? Nem utolsó sorban. Az időjárás kegyes hozzánk, tehetségünk legjobbát hoztuk el, első szereposztást, a főszerepben Szabó Máté, Kóbor Meki lánya, Kóbor Léna, Fehér Adrien, Tóth Sándor és Madai Gábor, 22 kiváló táncművész, az Experience Reproduction tánckara. Érezzék magat nagyon jól, sem esőre, semmilyen olyan anomáliára nem számítunk, ami elrontaná ezt a nagyszerű élményt. Köszönjük szépen, hogy itt vannak. Köszönjük szépen. A Gyöngyhajú lány balladája musicalben a felcsendülő 20 omega slágerbe zárt remek történetnek Pozsgai Zsolt rendezésében 22 nagyszerű táncművész és 5 kiváló musical színész adott testet. Hazánkban évente több mint 10 000 kerékpár tűnik el. Általánosságban elmondható azonban, hogy a meglovasított drótszamarakat sokszor egyszerűbb megtalálni, mint jogos tulajdonosaikat. Erre a helyzetre kínál megoldást a Bike Safe program, amely a kerékpárlopások megelőzését és a lopások hatékonyabb felderítését szolgálja. És hogy miért hasznos? Egyszerű az adatbázisba történő regisztráció menete. Amennyiben ellopják előzetesen regisztrált kerékpárodat, minden szükséges adat egy adatbázison belül elérhető a sikeres felderítéshez, hogy visszakaphast két kereküdet. A nyomozás segítő fényképek és a bringád adata is rendelkezésre állnak ma a rendszerben, így ha a kerékpár megkerül, a regisztrált adatok alapján könnyen azonosítható. A programban regisztrált biciklik eltűnés esetén a feljelentést megteheted online, amely csak néhány kattintás. Az ellopott kerékpárokon gyakran az interneten próbálnak túladni. A regisztrált kerékpárodat ellopják és feljelentést tettél, az adatbázist működtető alapítvány folyamatos internetes figyelőszolgálata révén a rendőrség értesül róla, ha a biciklid felbukkan egy hirdetésben. Törzskönyvvel igazolhatod, hogy a kerékpár a tiéd. Ha úgy döntesz, hogy eladod a bringád, add hozzá a törzskönyvet, a regisztrációt pedig online átruházhatod a vevőknek. A kerékpár tulajdonosoknak szeptember 14-én Bicskén az alsóvasúti megállóhely területen nyílt lehetőségük arra, hogy a rendőrség munkatársainak segítő közreműködésével ingyenesen vetessék nyilvántartásba vasparapjáikat.
A Bicske Barátok Egyesülete szeptember 17-én a Petőfi Művelődési Központban tartotta soron következő összejövetelét Lengyelország Chopin nyomában címmel. Ma is egy fantasztikus előadásnak lehetünk szem- és fültanúi, és nem is olyan közeljövőben hasonló dolgok kerülnek, és lesz egy évvégé, azt gondolom, egy hagyományos koncertünk is, közös szervezésbe. Pár gondolatot, légy kedves látszik, mondani. Ebben az évben most a zene túlsúlyos lett, és előtérbe került, amit egyébként mindig is szerettünk. Ma Daszka Izabella, lengyel származású Magyarországon élő zongoraművésznő tart előadást Lengyelországról, Chopinről, az ő kötődéséről Lengyelországhoz és Magyarországhoz. Nagyon izgalmas előadásnak tűnik. És dr. Gót Miklós is közreműködik zongorán, aki ugye már a sokadik zenetörténeti előadást tartja. Az október is rendkívül izgalmas lesz, hisz akkor Verdi lesz Porondon. Mit is hallhat akkor a közönség? Igen, Verdi egy fantasztikus olasz zeneszerző. Dr. Gót Miklós tartja a sokadik előadását már, zenetörténeti előadását, ahol egy nagyon speciális szempontból endokrinológus létére a zeneszerzők betegségeivel foglalkozik, nem bulvár szinte, hanem nagyon-nagyon komolyan összefüggéseiben családot vizsgálva, és hát természetesen a zenei anyagot is hozza, és mindig zenei illusztráció is van komoly résztvevőkkel. Többek között Daszka Izabella, mint zongoraművész részt szokott venni ezeken az előadásokon, egymást segítik, támogatják. Ez egy nagyon érdekes. És hogyha már zenéről beszélünk, akkor december 10-én, vasárnap délelőtt a most már hagyományosnak mondható adventi hangversenyünk lesz a Petőfi Művelődési Központtal közösen, ahol Szentpéteri Gabriella, nagyon neves bicskei család sarja és leszármazottja, zongoraművész, ő Schubert estet szervez, és azt hiszem, hogy ez is nagyon izgalmas lesz. A zenész barátai hívja vendégül, országos hírű művészek vesznek részt ezen az adventi hangversenyen, úgyhogy mindenkinek ajánlom. A Bicske Barátok pedig hát a szokásos programjait is tartják. Október 5-6-7-én a Felvidékre megyünk kirándulni, mintegy 40 fővel, és hát izgalmasnak tűnik, igen, ez az ősz és a téli hónapok, 41. éve működnek a Bicske Barátok. Ez most itt az az ősz, a jubileumi éve is, hiszen a rendelőintézet az 50 éves évfordulóját ünnepli, a Kertbarátok is az 50. születésnapjukat, a Bicske Barátok a 40 éves születésnapjukat ünnepelték ebben az évben, úgyhogy ez az év a jubileumok éve is, és hát ehhez a Bicske Barátok szeretik letenni azokat a nagyon komoly programokat, amit az elmúlt 40 évben is tettek. Havasiné Daszka Izabella, a művészetek magisztere, Lengyelország szolgálatában érdemrend lovagja, Prokultúra Mimoratum Hungária díjas, zongoraművész tanár előadásában haladta a közönség Chopin lengyelországi életszakaszának legfontosabb és legszebb állomásait. Havasiné Daszka Izabella, lengyel származású zongoraművész tanárt, a művészetek magiszterét a Bicske Barátoknak nem kell bemutatni, jól ismeri. Az elmúlt 10 évben többször találkoztunk a művésznővel, dr. Gót Miklós professzor úr, tagtársunk, zenetörténeti előadásainak résztvevőjeként. Tessék nyugodtan helyet foglalni, másfél órát fogok beszélni. Tudtuk, hogy a professzor úr zongoratanára. Megszerettük kedvességét, közvetlenségét. Hívásunkra mindig eljött hozzánk Bicskére, szerényen, a háttérből fáradhatatlan segített, oldva a fellépők izgalmát, idegességét. Egy évvel ezelőtt megígérte, hogy kilép a háttérből, és önálló előadást tart, nem csak koncertet ad, de meséli Chopinről, akinek a szíve a varsói Szent Kereszt templom tartó oszlopában rejtőzködik.
Izárd szíve Magyarországra hozta, és hazánkba találta meg második otthonát. Havasi József vegyipari mérnök feleségeként érkezett hozzá. Ismert tény, mi is tapasztaltuk, hogy lételeme a tanítás. Ferenczi György Chopin felvételének ismeretében 1974-ben megkereste a művészt azzal, hogy posztgraduálisan tanulni kíván nála. Ferenczi elvállalta, hosszú évekig tanította. Utolsó tanítványa volt. A művész elhunyta után, 1983 után Dalszka Izabel elhatározta, hogy megörökíti Ferenczi György emlékét, és e célból létrehozott egy alapítványt, a Ferenczi György Alapítvány. Az alapítvány egyik fő célja Chopin, valamint a Chopin játékos Ferenczi emlékére kiír, hazai, középszintű zongora, tanulmányokat folytatóknak szánt zongora versenyek menedzselése. A hangsúly a középszinten van. A zongora pedagógus Dalszka Izabella zongora és zongora improvizáció tanárként felismerte, hogy számos megmérettetési lehetőség, zongoraverseny létezik a felsőfokú tanulmányokat végző zongoristák, illetve végzett zongoraművészek számára, de annál kevesebb az ilyen lehetőség a középszinten tanulók számára. A versenyek 2002-ben Ferenczi születésének 100. évfordulóján indultak, két évenként nagy sikerrel különböző korosztályoknak változó kiírásokkal. Két évente a verseny nemzetközivé bővül, a nemzetközi Chopin versenyek keretében, mint nemzetközi Budapest Chopin zongora verseny. E versenyek ma már világszerte ismertek és elismertek. Idén a 11-re készülnek, a versenyzők november 15 és 17 között. Dalszka Izabella a verseny igazgatója. Motorja a szerte ágazó szervezésnek, tevékenységve valóságos hiánypótol és méltó emléket állít mesterének. Maga is vezet mesterkurzusokat. Chopin tematikájú elmélet és gyakorlati kurzusok szervezője, előadója, zongorakurzusok vezető tanára itthon és külföldön. 2009 óta a Chopin Társaságok Nemzetközi Szövetségének tagja, országos és nemzetközi Chopin versenek, Chopin vonatkozású hangversenyek, kurzusok, rendezvények szervezője, zsűrizésben is szerepet vállalt országos és nemzetközi zongora versenyeken. A mai fiatal zongorista nemzeték jelentős része vett részt, és ért el szép eredményeket ezeken a versenyeken. Vendégszerepelt Lengyelországban, Magyarországon, Ausztriában, Svájcban, Romániában, Spanyolországban, Indonéziában és az egykori NDK-ban, illetve az egykori Szovjetunió területén. Számos kitüntetést kapott Lengyelországban és Magyarországon a lengyel zene népszerűsítéséért, a Lengyelország szolgálatában érdemli el a lovagja, a Prokultora Minalitatum Hungariae díjazottja. Amely három hasonló, de mégis különböző lengyel táncoknak különböző módon való felhasználásával jött létre. Mind a három tánc hármas számolású és közepes tempójú. Közepes tempon belül maradva ennek a tempó szakasznak teljes skáláját használják ki. A hasonló paraméterek mellett azonban a hangulatuk nem egyforma. Az egyik lépő, a másik ugró pörgő, a harmadik pedig futó jellegű tánc. Könnyű feladat átmenetet képezni köztük, keverni egymással, és ezt használta ki Chopin.
Ennek eredményeképpen a mazurkái sokszor nem valók táncolásra, inkább csak hallgatásra. Ilyen jellegű műveket stilizált táncoknak hívjuk. A Chopin-i stilizálás kiinduló pontja a teljesen szabályos táncok improvizálása volt, simán a tánchoz, a táncos összejöveteleken, még Lengyelországban. Majd, már a zeneszerzői munkájában, egy darabon belül összekapcsolt kettőt-hármat belőlük, először oly módon, hogy lezárta az előzőt, és elkezdte a másikat, de néha csak nagyon rövid időre. Ez már zavaró lehetett volna felszabadult táncolás közben. Következő lépésként, közbenső elválasztás nélkül, mondhatném így menet közben, készített köztük átmeneteket. Emiatt még jobban legyengült a táncolhatóságuk, az átmenetek miatt is, és a néha rövid időn belüli többszörös táncról táncra való váltás miatt is. Zongorán közreműködött dr. Gót Miklós. Másodosztályban szereplő az átigazolási szezonban alaposan megerősített ellenfelet kapott csapatunk a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. A két csapat tavaly nyári felkészülés során már játszott egymás ellen tét nélküli mérkőzésen, akkor is a vendégek győztek 6-2 arányban, de akkor a kezdő 11-ünk a szünetben 1-2-es eredményt ért el. A gólokat sorrendben a következők szerezték: Hirman, Bori Gábor, Zamosznyi, majd újból Zamosznyi, Balázs, Kipri, Delsinger Norbert, és végül 88. percben Horváth állította be a 6-2-es vendégsikert. Erre a jónak mondható eredményre támaszkodva most is bíztunk abban, hogy egy nagyon szoros mérkőzésen legyőzzük őket legalább egy góllal. Ez az elképzelés ült is 80 percen keresztül, mert addig partiban voltunk az MB2 12. helyezettje ellen, de a következő percben jött egy könnyed vendéggól, majd a teljes bicskei rövid záratok sokasága, és a vége 3 gólos vendégsiker. Sajnos Bozsók és Varga Szabolcs kisebb sérülésekkel bajlottak, így hát ők csak biztonsági cserék voltak ezúttal. Illés, Gassner, Gyurác, Lakatos, Szál, Dankó, Hirman, Benke, Fördős, Szalai soron összeállítású gárda próbálta meg a nehéz küldetést végrehajtani. Már a második percben gólveszély alakult ki a hazai kapu előtt, Erdei szabadrugását követően nagyot kellett mentenie védőinknek, majd Vicián hatalmas jobboldali bedobás okozott izgalmat. 6. percben Torvund 18 méteres lövése pattant ki védőinkről a léc fölé. 10. percben Szál megmozdulását Erdei ellen a bíró szabálytalannak minősítette, sértett ível is szekély fejére a kapu fölé. 18. percben Illés bizonytalankodott, Szál segítette ki. Sarokrúgás után Erdei lövését már biztos kézzel fogta. 3 perccel később a sokadik nagy bedobásnál Illés a labda mellé nyúlt, de a vendégek is tudtak hibázni. 24. percben soron jobboldali kornerét Szál 8 méterről Prokop kezébe fejelte. 36. percben a saját 16-osán belül Fördős és Gyurác összefejelt, előbbit rövidesen Varga Bence váltotta. Az első félidő ráadásában a bal sarokból rúgott szabadrugást követően kavarodás alakult ki a hazai kapu előtt, Dillés rávetődéssel mentett. Második játékrész nagy hazai lehetőséggel kezdődött, előbb Gassner kétszer is próbálkozott, majd soron kisre jobbról leadott lövését Prokop üggyel bajjal devédte. Az 51. percben Vicián tört előre a 16-os előtt, lestoppolta a labdát Erdeinek, aki 20-ról mellé durrantott. Az 51. percben Varga lépett pályára Benke helyett. 63. minutóban Becker baloldalról adott be, Torrund közeli fejesét Illés remek vetődéssel mentette. 5 percek később ismét Becker futott el és adott be baloldalról, ezúttal Zamosznyi fejelt közvetlen közelről, Illés újabb bravúri után szöglet következett. 73. percben a jobboldali beadás Zamosznyi tovább fejelte, majd Torvund 6 méterről mellé stukkolta a labdát. 75. minutonban előbb Gassner előtt aggódott nagy lehetőség, de elhibázta, majd Szalai passzol Varga eléknek 12 méteres lövését Prokop nagy vetődéssel ütötte ki. 77. percben Molnár váltotta Szalait. A 82. minutonban Torvund ellen szabálytalankodtak védőink a jobboldali 16-os sarkánál. Erdei ívelt, az előre húzódó Szőr 6 méterről hálóba fejelt, ezzel 0-1.
Két perccel később a sokadik baloldali sarokrugás Tvicián öt lépésről fejelte a kapuba, már 0-2. 88. percben Illés nagyot hibázott, kirúgását Winkler elcsípte, 16-osnál visszapasszolt Erdeinek, aki 20-ról jobb alsó sarokba bombázott, ezzel már 0-3. Ráadásban Molnár hozta játékba Sauron, mert lövése után ismételhetett, de a kapusról a kapu mögé pattant a labda. Ezután még egy szabadrúgás következett a bal oldalon, Hirman 18 méteres lövése a kapu jobb oldalába került, de a játékvezető lefújta a meccset, nem várta meg a támadás befejezését, így nem sikerült a szépítés. A kezdés követően talán egy kicsit keleténél jobban tisztelte a kétségtelenül jobb képességű ellenfelét a hazai csapat. Miután lábra kapott, már voltak komoly lehetőségeink a gólszerzésre, de aztán az utolsó 10 percben szerzett gólokkal megérdemelten léptek tovább a vendég tiszakécskéiek, akik a folytatásban a 16 közé jutásért az ellen az Ajka ellen játszanak hazai pályán, akik legyőzték az NB1-es mezőköves csapatát. Kétségtelenül a negyedik forduló slágermérkőzése a Ferencváros Puskás Akadémia FC két NB1-es csapat mérkőzése lesz. Mi pedig mostantól teljes erővel készülhetünk a bajnoki meccsekre, hiszen hétvégén szeptember 24-én utazunk a 16. helyen álló Csorna Ese csapatához, akik ellen az eddig lejátszott két mérkőzést egy 2-2-es és egy 1-1-es eredménykönyvelhetünk el. Ez a találkozó 16 órakor kezdődik, majd a következő fordulóban újabb nagy kihívás vár ránk, hiszen a tavalyi bajnok Veszprém csapat ellen kellene a hazai pályán javítani az eddig egymás ellen gyenge mérlegünket, amely 4 mérkőzésen 1 győzelem, 3 vereség, 1-6-os gólkülönbség. Az egymás elleni összesített mérlegünkön is van mit javítani, 7 mérkőzés után 1 győzelem, 1 döntetlen és 5 vereség. Ezek után akkor Csónáról hozzuk el a 3 pontot, majd hazai pályán közönséget kárpótoljuk a mostani vesztes meccs után egy újabb 3 ponttal. Sajnos kikaptunk a Tiszakécske csapatától. Hogyan tudnád értékelni ezt a 0-3-at? Hogy tudnám, hogy az egyik szemem sír a másik nevet. Én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés a mi helyzetünkben úgy volt megkomponálva, hogy működött is 81 percig. Abszolút nem lettem volna meccs után se, hogyha más az eredmény, arra büszke, hogy helyenként milyen futballt kellett játszanunk. Nekünk most a cél volt a lényeg, hogy valahogy egy meglepetést próbáljunk összehozni. Hát ami működött ugye 81 percig, és utána, vagy nem utána, hanem még előtte ugye meg is volt a meccslabdánk, ugye 100%-os zicserbe nagyon nagyot védett ugye az ellenfél kapusa, egy zicserbe, hogyha azt berúgjuk, akkor már lehetett volna másképp is, de nyilván a futballban nincs ha, ami abszolút bosszantó, ez az utolsó 10 perc, számomra értetetlen az, hogy ilyen rövid zárlat, rengeteg pontrugása volt az ellenfélnek egész mérkőzésen, parádésen mindig megoldottuk, de az, hogy itt a végén 2 perc alatt 2 szögletből betalál az ellenfél, és ráadásul mind a kettő nem direktben, hanem második labdából volt, ez nagyon-nagyon bosszantó. Aztán ugye a harmadik gól az meg már ugye a zöldfülűség, hogy még minden áron gólt szeretett volna rúgni a csapat, egyébként amihez utána is megvolt még a lehetőség, kapusra szembe álltunk, de ott is ugye túl variáltuk a szituációt, aztán ugye elpasszoltunk egy labdát, és akkor abból az ellenfél megszerezte a harmadik találatot. Mondom, összességében 81 percig működött a futballt, az 90 percig, meg még a hosszabbítás játsszák. Ebbe a helyzetben vagyunk most ugye bajnokságban, is láttuk, hogy dominálunk, csináljuk, de egyszerűen nincs góllövőjátékos, egyszerűen belehibázunk egy-egy olyan szituációban, nem kellene. Nem tudom, hogy jelen pillanatban ezt hogy tudjuk megoldani, bár ami nagyon pozitív, hogy egyre jobban kezd mindenki egészséges lenni és visszatérni. Aztán hétvégén megyünk Csornára, nekünk az egy mindenféleképpen élet-halál mérkőzés, ott egyetlen egy dolog lehet, csak a cél az a 3 pont. Bízom benne, hogy meg tudjuk szerezni, aztán utána kerülünk vissza ebbe a pörgős hetekbe, mert ugye hazai pályán fogadjuk majd a Veszprémet, és hogyha így megnézzük az elmúlt 5 mérkőzést, meg ezt a kettőt hozzáveszünk, akkor nem hiszem, hogy sokan irigyelnek, hogy ilyen meccseken kellett túlesni. Csaba, megint vannak tapasztalatok, meg tanulságok, hiszen sok tanulságot vontál ebből a meccsből, hiszen partiban voltunk végig a MV2-es ellenfelünkkel, és mégis kikaptunk. Hát persze minden mérkőzés egy tanulási folyamat, de akkor is azt mondom, hogy ami a problémám, hogy amilyen 2 pontrugás gólt kaptunk, ahogy dekoncentráltak lettünk arra a icipici szituációra, és mondom, ami a legbosszantóbb, hogyha az első kapott gól előtt, 100%-os zicserbe kihasználjuk a lehetőséget,
nem biztos, hogy annyira jól esett volna az ellenfélnek, más forgatókönyv, de mondtam, hogy ezzel nem, ez kicsit olyan, mint tavaly is, ugye a Ferencváros ellen annyiból volt más, hogy fú, hát egy Ferencváros ellen játszunk, ott is volt meccslabdánk, aztán mégis két óriási buta góllal kaptunk ki. Hát itt látszik meg az, hogy ahogy osztálykülönbségek vannak, ott már a játékosoknak kevesebb lehetőség kell, elég a kisebb hely, kisebb terület, és már abból is tudnak gólt rúgni, ebbe kell nekünk nagyon sokat változni. Hát, mondom, dolgozgatunk ezen, nem hiszem, hogy most kétségbe kell esni, mert az, hogy most tovább jutott a Tisza Kécske, az csak gratulálni tudok, ez hatalmas dolog. Az, mondom, nem szép itt a végére, hogy három, mert aki látta ezt a mérkőzést, nem, hogy a három gól nem volt benne, itt benne lehetett volna egy bravúr is. Köszönöm szépen az interjút, és akkor Csornán javításra lesz lehetőségünk. További sok sikereket csapatunknak. Köszönjük szépen. Gratulálok a győzelmetekhez, de én úgy érzem, hogy 81 percig eléggé megcincáltuk az oroszlán bajszát. Hogyan értéked ezt a találkozót? Igen, abszolút egyetértek a gondolatokkal, mert tudtuk jól, hogy mindegyes kupamérkőzésnek megvan a pikantériája, megvannak a sajátosságai, és úgy is készültünk. Tudtuk jó azt, hogy a Bicske csapatában egy jó szervezett, jó futballt játszó ember, ma szinte jó futballt játszó csapattal fogunk találkozni, és az volt a célunk, hogy a mérkőzés elején az akaratunkat ráerőltessük az ellenfélre, és mindenképpen amilyen gyorsan lehet megszerezzük a vezetést. Ez sajnos nem jött össze, és ezért nyögvenyelőssé is vált a találkozó. De attól függetlenül azt gondolom, hogy a nagy részében az a dolog, amit elképzeltünk, működött. Sajnos nem párosult az elején gólokkal, viszont amikor áttörtük a gátat és megrúgtuk az első gólt, onnantól kezdve azt hiszem nem volt már kérdéses, hogy mi lesz a végeredmény a mérkőzésnek. Igen, 81 percig láttam, nagyon sokat bosszankodtál. Mik voltak azok a hibák, ami majd javítani kell a jövőben? Nyilván bosszankodni mindig fogok, mert ilyen típusú, ilyen beállítottságú vagyok, soha nem vagyok elégedett, most is vannak olyan dolgok, amiket javítani kell, de próbálok a mai mérkőzésen a pozitív dolgokból kiindulni, ami abszolút pozitív, hogy ugye nem kaptunk gólt, és ugye három gólt is tudtunk szerezni, viszont voltak olyan dolgok, amire készültünk a héten, az ellenfélből készültünk, és az elején talán abból is kifolyólag, hogy ezeket nem olyan minőségben és nem olyan módon valósítottuk meg, ahogy én azt elképzeltem, ezáltal tettük magunk dolgát nehézzé. Laci, jelent az valami, hogy a tavaly egy évvel ezelőtt játszottunk egy felkészülési meccset, 6-2-re nyertetek, ez egy kiindulási pont lehetett számotokra? Vagy függetlenül a edzőmeccsektől? Nagyon azt gondolom, a magyar futballban nagyon gyorsan pörögnek az események, pillanatok alatt változnak a csapatok, a klubok, én azt gondolom dinamikusan fejlődnek, ez így van Bicskén is, szerintem egy abszolút, tehát ahogy megnéztem és elemeztük és készültünk belőlük, 3-4 mérkőzésükből készültünk, és nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy szervezetten és tudatosan futballoznak, megvannak az elképzeléseik, nyilvánvaló most ez nem párosul az utóbbi időkben sikerekkel, folyamatosan egygólos mérkőzéseket ide-oda elvesztettek, vagy akár döntetlenre hoztak, de abban biztos vagyok, hogy egy jó úton halad a bicskei labdarúgás, és azért is mondom, hogy nehéz, tehát mindegyes mérkőzést megnyerni, és adott esetben kapott gól nélkül megnyerni egy nagy dolog, nagy fegyvertény. Ezt látjuk most az eredményekből is, mert megnéztem ugye a mérkőzés után az eredményeket, hogy milyen eredmények alakultak itt a kupába. Hát vannak érdekes, és úgy gondolom, hogy abszolút olyan dolgok, amik arra világítanak rá, hogy egyetlen egy ellenfelet nem szabad lebecsülni, hanem maximálisan felkészülve a legtöbbet kell ellenük adni. Most, hogy bejutottatok a 32 közé, milyen célotok van a Magyar Kupába, és a MB2-be 12. helyen vagytok, ott mik a célok? Ennyire messzire nem mennék. Tehát én úgy gondolkodom, hogy egy olyan fázisban van a csapat, hogy rengeteg játékos jött, ment, nagyon nagy volt a fluktuáció, és ezáltal meg kell találnunk azt a csapatot, és azért mondtam, hogy nagyon fontos egy mérkőzést megnyerni, mert arra tudsz építeni, adott esetben kapott gól nélkül megnyerni, mert az út elején vagyunk, rengeteg olyan dolog van, ami javításra szorul, viszont vannak pozitív jelek is, vannak olyan dolgok, amire lehet építeni a jövővel kapcsolatosan, és számunkra az a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt a gerincet, azt a magot, akikre lehet építeni, és szeretnénk nyilván minden fronton, minden egyes mérkőzésen eredményesen szerepelni, ellenféltől függetlenül. Jól látod az erőviszonyokat, hiszen az MB3 10. helyzettel játszott, az MB2 12. helyzetjével, de az MB3-ban sok ilyen csapat van, mint a Bicske. Hogyan értéked ezeket a nemzeti bajnokságokat? Ahogy mondtam, ugye azzal, hogy ugye a létszám mindenhol szinte csökkent, tehát adott esetben MB2, MB1 alacsonyabb létszámban vannak ugye a csapatok, ezáltal sokkal nagyobb a versenyhelyzet. Minőségében azt gondolom, hogy az osztályok között azért van különbség, tehát a minőségi játékosok tekintetében, viszont az iram, a szervezettség és az, hogy ahogy mondtam, dinamikusan fejlődik az MB3, kimondottan jó mérkőzéseket szoktam látni, sűrűn látogatom, meg is nézem őket, és nagyon jó embernek csapatok vannak. Tehát
Hát Laci, köszönöm szépen az interjút, és csapatodnak nagyon sok sikert kívánok a jövőben. Köszönjük szépen a csapat nevében és a klub nevében, és mi is hasonló szépeket és jókat kívánunk a Bicskei klubnak.